Köszöntöm nézőinket egy újabb augusztusi hét kezdetén. A hétvégi történésekről számolunk be, nézzük a fontosabbakat. A magyar államalapítást, egyben pedig az új kenyér megáldásának napját ünnepelték Székelyföld szerte szombaton. 45 éve működik hegyi mentőcsapat Gyergyószentmiklóson. Az évfordulóra a Dancuráns Hegyi Mentő Egyesület szervezett megemlékezést. 125 éves a ditrói önkéntes tűzoltó alakulat, megünnepelték hétvégén térségbeli kollégáikkal. A templomavatás 14. évfordulójára emlékeztek szombaton délután a Bucsi 4. Szent István templomnál. A szentmise után megáldották az új kenyeret, ez is hagyománnyá vált már ebben az egyházközségben. Hangsúlyosan ünneplik Gyergyószentmiklóson is augusztus 20-át. A Bucsi 4. templomot ezen a dátumon szentelték fel 14 évvel ezelőtt Szent István erekjeinek átvitele tiszteletére. Szombaton délután ünnepi szentmisén emlékeztek erre is az államalapítás mellett. Ha távol is az anyaországtól, segíts minket emberebb embernek, magyarabb magyarnak lenni. Így fohászkodtak a hívek Szent Istvánhoz. A szentmise után a templom előtti téren megáldották az új kenyeret. A város vezetés nevében Len Emil Balázs alpolgármester szólt az összegyűltekhez. Több mint 1000 éve államalapító királyunk biztos alapokra fektette az ország jövőjét. Mi, gyergyóiak, ma megemlékezünk arról is, hogy már 14 éve annak, hogy felszentelték ezt a templomot, 14 éve jelentős szerepet tölt be a közösség építésében és megerősítésében. Az új kenyér ünnepe Isten ajándékának, az emberi munka gyümölcsének, életünk szimbólumának megáldása. Az ember legalapvetőbb élelmiszere a kenyér. Az életet, a megélhetést és az otthon szimbolizálja. Az augusztus 20-ai ünnepen a nemzeti színű szallaggal átkötött kenyérrel fejezzük ki, hogy az életünk és a haza összekapcsolódik. Az új lisztből készült kenyér az ünnepi asztal ékessége lett és jelképévé vált a magyar államiság ünnepének. A szertartáson és a kenyér megáldásán is jelen volt egy református csoport Magyarországról. Tiszteletesük az ökuménia fontosságát, összetartó erejét hangsúlyozta az eseményen. A kenyér megáldása után megkínálták belőle az esemény résztvevőit, majd himnusz énekléssel zárult az esemény. Ó, én édes jó Istenem! A magyar államalapítást és az első magyar szent király ünnepét, egyben pedig az új kenyér megáldásának és megszentelésének napját tartották szombaton Székelyudvarhelyen. A felemelő pillanatok része volt a körösfői népdalcsokor, az ünnepi beszédek, a kenyér kiosztása és adományozása, valamint koncert és tűzijáték. A magyar államalapítást ünnepelték augusztus 20-án Székelyudvarhelyen. Az esemény nyitányaként hangzott el a nemzeti ima, a város művelődés történetének leghosszabb életű, a több mint 150 éves Székely dalegyletnek kíséretében. Azt követően Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere tartotta meg ünnepi beszédét. Mit fogalmazna meg intelmeként számunkra 2022-ben Szent István király? Az nem kérdés, hogy bölcs államférfiként ország határoktól függetlenül egységes nemzetként tekintene ránk, mai magyarokra. Az ünneplő közönség körösfői népdalcsokrot hallhatott Lakó Csenge, Vaum Réka Gyopár, Deák Alexandra és Geréb Ajnácska előadásában. Szépen szól a körösfői nagy hallom, azt verik én, mint
Magyarország főkonzulátusa részéről Perce László konzul beszédét is hallhatták a jelenlévők. Ünnepi köszöntőjében Szent István nagyságát hangsúlyozta. Olyan időkben, amikor elbizonytalanodás tapasztalható, érdemes visszanyúlni az olyan elődökhöz, mint amilyen ő is volt. Szent Istvánnak először is ki kellett mondani egy határozott igent, amelyel végérvényesen elkötelezte magát, bennünket egy út mellett, ami a nyugati mintájú kereszténység és társadalmi berendezkedés volt. Szent István király Szent Imre herceg elvesztését követően örökös nélkül maradt. A legenda szerint ezért Szűz Máriának ajánlotta fel a Szent Koronát és az országot. Ennek emlékére Toró Árpát egy Ave Maria feldolgozást, valamint az Oly távol vagy tőlem című dalt adta elő. A történelmi egyházak képviselői Márton József katolikus főesperes, Ferkő Andor református és Simó Sándor unitárius lelkészek áldották és szentelték meg. A hagyomány szerint már az új búzából őrölt lisztből készült, hét pékség által felajánlott kenyereket. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában. Jöjjetek, boruljunk le! Isten, aki az egész földkeregsége megmutatja minden hatóságát és jóságát, cseki értékű dolgok megáldását is rábízta egyházára, hogy valahányszor jámboráitattal használják azokat, a boldogságos Szűz Mária és Szent István király nevének segítségül hívásával a láthatatlan dolgok felé irányuljanak és áldják az Isten, aki mindenütt egyedül művelhet csodát, de csodálatos szentjeibe is. Az ünnepség keretében kóstolót osztottak a jelenlévőknek a felajánlott kenyerekből, a Boróka Néptánc csoport tagjainak közreműködésével. A megmaradt kenyereket pedig a korábbi évekhez hasonlóan a nagycsaládosokhoz, szociális tevékenységet végző szervezetekhez és rászorulókhoz juttatták el a polgármesteri hivatal szociális osztályának segítségével. Az augusztus 20-ai ünnepség napközbeni része a székely himnusz eléneklésével fejeződött be. Az este Paja Bea énekes előadó művész koncertjével folytatódott, majd pedig látványos tűzijátékkal zárult. Továbbra is érvényben maradnak az energiaárat korlátozó és kompenzáló intézkedések. Ezt Nikolaj Csuka miniszterelnök erősítette meg a legutóbbi kormányülés elején, azt a hírt cáfolva, miszerint az áram és a földgáz nemzetközi piacon jegyzett tetemes áremelkedése következtében a kormánynak elfogyott a pénze az évelején elfogadott és jövő év áprilisáig tartó energiaár kompenzálás finanszírozására. A kormányfő arról biztosít mindenkit, hogy továbbra is érvényben maradnak az energiaárak korlátozására és kompenzálására vonatkozó intézkedések abban a formában, amely a lakosság és a gazdaság védelmét biztosítja. A miniszterelnök ugyanakkor felszólította az energiaügyi minisztert, hogy legkésőbb máig terjessze elő a termelési kapacitásokba történő beruházási programok helyzetét, az országos energiaszabályozó hatóságnak pedig jelentést kellett készítenie az év elejétől eltelt időszak energiapiaci fejleményeiről és az energiaár válságot enyhítő intézkedések végrehajtásáról. 45 éve működik hegyi mentő csapat Gyergyószentmiklóson. Az évfordulóra a Danculás Hegyi Mentő Egyesület szervezett megemlékezést. Összehozták az alapító régi tagokat az újakkal, együtt ünnepeltek. A megalakulás helyszínén a Gyergyószentmiklósi tanulókházában gyűltek össze egykori és jelenleg is aktív helyi hegyi mentők. Előbb az intézmény udvarán gyülekeztek, majd az épületben rengeteg régi fénykép között emlékeztek az elmúlt évtizedekre. Az alapítók közül Pál Tibor is jelen volt az eseményen. Igazából ez
1973-ban kezdődött, tehát volt egy ilyen 4 éves időszak előkészítés. Azzal kezdődött, hogy szerveztünk egy idegenvezető tanfolyamot ifjúsági turizmusra. És ezen a tanfolyamon végzettekből kerültek ki szenvedélyes természetjárók, hegymászók, a következő lépés, és attól kezdve együtt túráztunk. De volt egy ilyen, hogy 1 hét 10 napot magashegyi sátorozást, gerinctúrát megtenni, és akkor ott már kiderült, hogy ki alkalmas. Közben, ha jól emlékszem, 71-72-ben már kezdtek megalakulni a hegyi mentőcsapatok Brassóba, Szinaján, Fogarasi Havasokba, és mi kapcsolatba kerültünk a nagybányai hegyi mentőszolgálattal, és nagyjából akkor, tehát ez 75-76-ban döntöttük el, hogy kellene itt is alapítsunk hegyi mentőszolgálatot, lévén a Békásszoros a legmagasabb szintű sziklamászást igényelte. Na és akkor 77-ben került erre sor, 77 januárban, ha jól emlékszem, a Gyergyó Szent Miklósról 3-an indítottuk. 76-ban ide került egy híres, nevezetes hegymászó, Wild Ferenc, na és ő azonnal indított egészen 90-ig Gyergyó-Szentmiklóson volt, és akkor ő már 76-ban elindított egy hegymászó, sziklamászó iskolát. Akkoriban mindössze kezdetleges felszereléssel rendelkeztek, azt is saját költségükön szerezték be. A lehető legprimitívebb felszerelésünk volt, amihez hozzá lehetett Romániába jutni, az szinte használhatatlan volt, és akkor ki a maga költségén próbált külföldi hegymászóktól felszerelést vásárolni. Például az első csörlő a sziklamentéshez, az, ha jól emlékszem, 90-ben tudtuk összeállítani, az is ilyen házi gyártmányú, de működőképes volt. Igen, 90-ben már mi mutattunk be egy országos mentőgyakorlat, szóval országos részvétellel egy mentési gyakorlatot. Azóta sok minden történt a hegyi mentés terén a térségben. 1982-ben megalakult a Vasas Mászóklub, tagjai közül többen csatlakoztak a hegyi mentőkhöz. Téli időszakban a Hargitán, majd a Cohárdon teljesítettek szolgálatot, sok mászóversenyt megnyertek, ezzel megalapozták a csapat országos elismertségét. Mászóutakat mértek fel és osztályoztak, turista ösvényeket tartottak karban. Jelentősen bővült a felszerelés, eszköztár, nagy hangsúlyt helyeznek a túraútvonalak digitalizálására. Munkájuknak köszönhetően több ösvény bejárható már virtuálisan is. Viszályoktól sem volt mentes a dancúrás élete, mostanra már 2 hegyi mentőcsapat biztosítja a mászók biztonságát. A jövőben is ugyanaz marad a cél, mint eddig. Segíteni a bajba jutottakon, rendben tartani a túraútvonalakat, biztonságos hegyi turizmust biztosítani. Az ugye 45 év az egy szép hosszú idő, büszkék vagyunk azért, hogy a csapatnak a gerincisze azokból a személyekből áll, akik annó a hegyi mentés kezdetén már ott voltak, úgyhogy van egyfajta folytonosság. Nekünk, ha a céljainkat szeretnénk egyszerűen összefoglalni, az ugyanaz marad, amiért az egyesület létrejött. Tehát nekünk a fő célunk az, hogy a bajba jutottaknak a hegyen segítsünk, festegetjük a jelzéseket, végezzük azt a fajta önzetlen önkéntes munkát, amiért létrejöttünk. A programjainknak köszönhetően már vannak olyan fiatalok, akik szívesen csatlakoznak hozzánk. A jövőben ezeket szeretnénk folytatni ugyanígy nyílt napok keretén belül. Tehát bárki, aki érdeklődik ez iránt, aki kíváncsi erre, azt szoktuk bátorítani, hogy csütörtök önként este hittől van gyűlésünk, meg lehet minket keresni ott is. Az eseményen köszönetet mondtak a mindenkori helyi hegyi mentőknek. Olyan eszmeiséget képviselnek, amelyeket az utánpótlásnak átadva nagyon sokáig fennmaradhat a csapat.
az egyenességet, a bajtársiasságot, fegyelmet és nem utolsó sorban a humort adták át az ifjaknak. Ez a későbbiekben is a csapat erősségét adhatja, hangzott el. A tarlótüzek száma tekintetében idén minden korábbi rekord megdőlt Romániában. Összesen mintegy 150 ezer hektárnyi területen pusztított tűz, ami tízszerese a 2006 és 2021 közötti évek átlagának, hívja fel a figyelmet a környezetvédelmi őrség volt vezetője, Octavian Berciano, az Európai Erdőtűz Információs Rendszer adataira hivatkozva. Ez szerint a legtöbb tűzeset egy hét alatt 266. március végén volt, és több mint 61 ezer hektárnyi területet érintett. Az ország területének 0,63%-án pusztított tűz idén, és ezzel az arányjal Románia európai viszonylatban a második helyen áll, Portugália után. A harmadik helyet Spanyolország és Horvátország foglalja el 0,56%-kal. Kerek évfordulót ünnepel idén a Gyergyó-Ditrói önkéntes tűzoltó alakulat. 125 éve alakult meg az egység. A térségbeli kollégákkal együtt ünnepeltek. Megalakulásának 125. évfordulóját ünnepelte vasárnap a Ditrói tűzoltó alakulat. Szentmisével kezdődött az ünnepség a ditrói labdarúgópályán. A tűzoltókért fohászkodtak, munkájukra kértek áldást a résztvevők. Nem csak a helyi önkéntes alakulat tagjai, de a remetei, alfalvi, újfalvi, szárhegyi önkéntesek, illetve a Gyergyószentmiklósi hivatásos egység több tagja is jelen volt. Ditróban a mai nap egy egész napos tűzoltó napot szerveztünk, amelynek természetesen az a célja, vagy az is a célja, hogy az elmúlt időkben a legközelebbi Ditróhoz első, legközelebbi falvak, amelyek itt segítettek egymáson a tűzoltók, azt megköszönjük nekik, hiszen a tűzoltók azok az emberek, akik éjt nem ismerve, akár szabadidőt feláldozva csinálják azt a munkát, amely nem is könnyű, és mindezt ingyen, bérmentve és önkéntesen. És ezt az önkéntességet szeretnénk nekik nagy tisztelettel megköszönni. Éppenséggel a mai napon a ditrói csapat most már újra alakulásának az ünnepét is ünnepeljük, hiszen sikerült a tavalyi év folyamán most már elindítani egy új mozgalmat, vagy újraindítani ezt a mozgalmat Ditróban, és egy nagyon ügyes, fiatal csapat verbuválódott össze, élükön Siklódi Tibor tűzoltó parancsnokkal, és hát az idén, most a mai nap folyamán át is adtunk nekik egy díszegyenruhát, amely kötelezi őket arra, hogy végezzék tovább azt a munkát, amelyet az idősebb korosztály most már átadott stafétaként nekik. A polgármester hozzátette, Ditróban ugyanez a csapat látja el a polgárőrségi feladatokat is. Nem csak tűzeseteknél avatkoznak be, de akkor is ott vannak, ha időseknek kell segíteni a napi teendőkben. Siklódi Tibor, az ünnepelt alakulat parancsnoka szerint a csapatépítés, a környező csapatokkal való együttműködés erősítése a célja a tűzoltónapnak. A célja ennek a jó csapatépítés, tehát a területek közti jó együttműködés. Idén nagyon sok bevetésen vettünk együttesen részt, megfelelő összhangba tudtunk dolgozni, ezt szeretnénk továbbá fejleszteni, hogy még jobb munkát tudjunk végezni, még aktívabban, pontosabban. A csapatról megtudtuk, egyetlen tűzoltókocsival rendelkeznek jelenleg, de ez elég is. Előny, hogy sokan vannak, könnyebb megszervezni a közbelépést akkor, amikor szükséges, de nem csak a tűzoltás a feladatuk. Egy oktatás keretén belül fel szeretnénk hívni a lakosság figyelmét, hogy lassan tél következik, tüzelési szezonok, kéményeket ki kell takarítani, tűzhelyeket, gazdaságok legyenek rendben, hamuhulló, hova tesszük a hamut, hogy megelőzzük, tehát mindenféleképpen nem tüzet szeretnénk oltani, hanem megelőzni a tüzeket, hogy minél kevesebb legyen nekünk a munkánk. A 125. évforduló apropóján emlékplakettet adtak át azoknak, akik a tavalyi megújulásig önkénteskedtek az alakulatnál. Ezekkel köszönték meg nekik az áldozatos munkát. Egy tűzvédelmi oktatást is szerveztek a résztvevők számára magyarországi előadókkal,
a vöröskereszteseket pedig elsősegélynyújtási ismereteik átadására kérték fel, majd ügyességi vetélkedőkön szórakoztak a tűzoltók. Dobtábort szerveznek augusztus 28 és 31-e között a Gyergyószentmiklósi 5-ös kilométernél. A Tonidob perkúció ottalvos tábort 7 és 17 év közötti korosztály számára hirdették meg. A négynapos program keretében a gyerekek megismerkedhetnek a különféle dobokkal, majd gyakorolhatnak is rajtuk. Emellett pedig kézműves foglalkozásokat, szabadidős tevékenységeket is tartanak a szervezők, Cserei Csaba, Cserei Bot Zsuzsa és Molnár Csibi Attila. A táborzáron augusztus 31-én workshopot tartanak a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ közreműködésével a Szilágyi Vendéglő teraszán. Ez alkalommal mutatják be a gyerekek a foglalkozások alatt tanultakat szüleik és további érdeklődők számára, majd a Monday Jazz szórakoztatja a jelenlévőket. Az eseményre 18 órától kerül sor. A dobtáborban még ezekben a napokban lehet jelentkezni a 0742 067 621-es telefonszámon. Továbbra is zárva tart a Parajdi sóbánya, ám a bányát üzemeltető vállalat képviselői szerint a végéhez közelednek a bejárati tárnát érintő szivárgások megszüntetését célzó munkálatok, és a létesítmény néhány napon belül újra látogatható lesz. A bányának a talajvíz beszivárgása miatt elrendelt bezárása napi 100 000 lejes bevétel kiesést eredményezett. Hetek óta zajlanak a szivárgás megszüntetésére irányuló munkálatok a Parajdi sóbányában, de még mindig nem tudni, hogy pontosan mikor válhat újra látogathatóvá a Parajd legnépszerűbb idegenforgalmi vonzerejének számító föld alatti bázis. Július végén a sóbánya bejáratától mintegy 400 méterre a buszok által használt útvonalon talajvíz tört a lejáratba. 3 hete a bányát biztonsági okokból bezárták, és azóta sem látogatható. Ez naponta akár 100 000 lejes bevételkiesést okoz a vállalatnak, főleg az augusztusi csúcsidőben. A vezetőség szerint normális körülmények között augusztusban mintegy 200 000 látogató is megfordult a bányában. A bánya igazgatója Seprődi Zoltán elmondta, hogy a teljes érintett területen betonozási munkálatok zajlanak. Eredetileg arra számítottak, hogy erre nem lesz szükség, és egy ideiglenes feltámasztással gyorsan meg tudják oldani a problémát, de a talajvíz feloldja a lejárat sófalát, ezért kénytelenek egy betonköpennyel bevonni. A probléma végleges megszüntetéséhez a vártnál jóval hosszabb szakaszon kell megerősíteni a falat, ezért tolódik a kezelőbázis újranyitásának időpontja. Vannak előrehaladások, viszont nem elég. Ahhoz, hogy biztonságban legyen a turista, aki bemegy, és maga a termelés is, ahhoz még szükségünk van egy pár napra. Most már így kimerem mondani, hogy egy pár napra. Miközben a Parajdi sóbánya éves szinten is érzékelhető bevételkiesést szenved, a település többi turisztikai célpontja nem panaszkodik jelentős visszaesés miatt, vélte az igazgató. Noha a foglalások száma valóban csökkent az elmúlt időszakban, Parajdon és környékén számos egyéb érdekes látnivaló van, tehát a turistáknak nem kell feltétlenül visszamondaniuk a szállásfoglalásaikat arra az időszakra, amíg a bánya nem látogatható. Nézzük még egyszer röviden a nap fontosabb témáit. A magyar államalapítást, egyben pedig az új kenyér megáldásának napját ünnepelték Székelyföld szerte szombaton. 45 éve működik hegyi mentőcsapat Gyergyószentmiklóson, az évfordulóra a Dancurás Hegyi Mentő Egyesület szervezett megemlékezést. 125 éves a ditrói önkéntes tűzoltó alakulat, megünnepelték hétvégén térségbeli kollégáikkal.
Ezek voltak híreink ma, köszönöm a Napszemlének szentelt figyelmüket, a holnap esti viszontlátásra. Műsorunk támogatója a Diego Áruház.